Megadom a szót Gulmai Zita képviselőasszonynak, a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, képviselőtársaim! Nagyon szép feladatot kapott miniszterasszony, de egyben kihívásokkal telít. A kormány, amikor segíteni kívánja a családokat, hogy minél könnyebben oldhassák meg lakhatásukat, akkor mindazokra a családokra is kellene gondolnia, akik erre rászorulnak. Sajnos a módosítás indoklásának első mondatában már ott bujkál a megkülönböztető elem, idézem, a módosítása már bejelentett a szociálpolitikai célú új lakás értékesítésére vonatkozó 5%-os általános forgalmi adómérték megállapítását célozza. Kérdem én, hol van ebben a programban a szociálpolitikai szempont, államtitkár úr? Hiszen a kormány a családi támogatásokkal azokat célozza meg, akiknek a voksaira számít, és mellesleg a népesedési helyzet javulását is ettől a középosztálytól várja. Választási és népesedés politikai célok vezérlik, és sokan teljesen kimaradnak a kormány látóköréből. Azok, akik egyedülálló nőként nevelik a gyermekeiket, megözvegyültek, ahol csak a férfinak van munkája, tehát az egykeresős család, és hát minden olyan szegény család is kimarad, amelyik nem tudja teljesíteni a támogatások elnyerésének feltételeit. Vagyis a rászorulók. Ha lenne szociálpolitikája ennek a kormánynak, akkor éppen a rászorulókat segíteni. De a kormánynak nincs szociálpolitikája, csak káderpolitikája. Ma nincs olyan állami lakásprogram, ami kifejezetten a nehéz sorban élőket támogatná, ezért mondtam az elején, hogy ez az egyébként számos részletében jó javaslat, sajnos kirekesztő. Egyetlen kormány sem lehet kirekesztő, mert nem a kormányt uraló párt választóit kell szolgálnia az államnak, hanem mindenkit. Mert ugye senkit nem hagyhatunk az útszélén. A csok egyértelműen azok számára jelent segítséget, akik nem küszködnek megélhetési gondokkal. Azoknak a családoknak ad nagyobb segítséget, amelyek több önerővel rendelkeznek. A kevésbé tehetős családoknak kevesebbet juttat, a szegényeknek lényegében semmit. Ha ehhez hozzáveszünk, hogy a csok felfuttatásával kapcsolatosan 2015-ben a szegényebb családokhoz is eljutó normatív lakhatási támogatást és adósságkezelési szolgáltatást az Orbán kormány megszüntette, akkor talán nem túlzás szegény ellenességről beszélni. Mert a szegény család akkor már nem család. Kérem, államtitkár úr, erre is gondoljanak, amikor családpolitikáról beszélnek. Eddig a csok segítségével mintegy 70 ezer család vásárolt magának ingatlant. Üdvözlendő! A most benyújtott módosítástól mit várnak? Hány további család élhet majd ezzel a lehetőséggel? És mi van azokkal a családokkal, akik a meglevő lakásuk rezsijét sem tudják kifizetni, vagy azokkal, akiknek nincs megfelelő, vagy éppen semmilyen otthona? Nézzünk néhány fontos részletet. Miniszterasszony október elején elmondta, hogy az áfa csökkentésen túl azok, akik csokkal vásárolnak újépítésű ingatlant, januártól az 5%-nyi áfatartalmat is visszaigényelhetik. Ennek nyomát azonban nem találni a benyújtott javaslatban. Miért? Továbbá azt a korábbi ígéretet sem látjuk a javaslatban, hogy a legalább egy gyermeket nevelő családok lakásfelújítási költségeinek felét az állam 3 millió forintig vállalja. Jól értem, hogy ezt a lehetőséget kihagyták a módosításból? Ha ez így van, akkor ez nem egyéb, mint kész átverés. A bejelentett intézkedések közül az illetékmentesség fontos segítséget jelent, erről miniszterasszony is beszélt. Ez nagyon komoly dolog, támogatjuk, hiszen az otthonteremtés előtt álló családoknál maradhat ez az összeg. Ugyanakkor az 5%-os áfakulcs már nem feltétlen a családok anyagi terheit könnyíti, hiszen ezeket az áfacsökkentéseket sokszor a cégek lenyelik. Ugyanakkor nem lenne jó, ha ismét kapkodnának és jogbizonytalanságban tartanának az érintetteket, mint tették például azzal, hogy ez egyszer lecsökkentik 5%-ra az áfát, aztán eltörlik, aztán utána visszahozzák. Folyamatosan variálnak azzal, hogy a lakáspolitikában mely szereplőknek milyen módon nyújtsanak támogatást, de éppen mindig a legnehezebb helyzetűekről feledkeznek meg eközben. Nem támogatják az önkormányzatok bérlakásépítését, felújítását sem, pedig sok százezer család számára teljességgel elérhetetlen cél egy önálló,
főként új építésű ház megszerzése. Látható tehát, hogy az önök által minden idők legnagyobb otthonteremtési programjának nevezett javaslat csak egy szűk kör számára jelent megoldást. Az MSZP mindezek alapján azt javasolja, hogy a támogatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyszerre szolgálja a lakásépítések számának növelését, és az igazságos nem csak a jó anyagi helyzetben levő családok, hanem mindenki számára hozzáférhető otthonteremtést. Elengedhetetlennek tartjuk az önkormányzati bérlakásépítést és a bérlakás felújítást, kormányzati támogatását. A kormány határozza meg a lakbér és lakásárplafon mértékét, mégpedig egy új lakhatási törvény alapján. A Magyar Szocialista Párt valódi segítséget akar nyújtani ahhoz, hogy csökkenjen a családok fűtési költsége és a hazai épületállomány széndioxid kibocsátása. Fontos, hogy a családok önerő és hitel nélkül növelhessék otthonaik energiahatékonyságát, szigeteléssel, nyílászárok cseréjével, a fűtés modernizálásával, mindezt Európai Uniós és piaci forrásokból. A koncepció lényege, hogy a felújítás költségének fedezete a felújítással elérhető energiaköltség megtakarításából keletkezik. Ezért egy otthonfelújítási alap létrehozását kezdeményezzük. Ez az energiamegtakarítás érdemben hozzájárulna a lakosság energiaköltségeinek csökkentéséhez, a klímavédelmi célok teljesítését is segíteni, és jelentős megrendelés állományt jelentene az építőipar számára. Ne zárja el a kormány se a fiatalokat, se az időseket attól, hogy korszerű, energiahatékony, kis rezsijű lakásban élhessenek. Hétfőn miniszterasszony a nyugdíjak ügyében elhangzott felszólalásomra pozitívan reagált, amikor azt mondta, tekintsünk előre, ebben ő partner. Most is hasonló együtt gondolkodásban bízom. Válság van, amelynek következményei kiszámíthatatlanok, és sokkal inkább érinti a nőket, akik a frontvonalban vannak. Az egészségügyben, a szociális területen, a kereskedelmen, a közoktatásban, és sorolhatnám az elnői esedett pályákat. A vírus nem kímél időst, fiatalt, nőt, férfit, pártállástól függetlenül gyilkol. Értem, hogy a kormány és a miniszterelnök nehéz helyzetben van, nehéz jó döntéseket hozni, de utalva az újabb szigorításokra azt kérem, ne a tiltások, ne a szigorítások uralják el a kormány intézkedéseit, hanem a megelőzés és az együttműködés. A Magyar Szocialista Párt frakciója a törvényjavaslatot támogatja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Bízakodó vagyok, hogy azokat a javaslatokat, amelyeket tettünk, végig fogják gondolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gulmai Zita képviselőasszony.